Minél több, annál jobb. Keretrendszer káosz az iskolában. Vajon jó-e, ha egy iskolában a tanárok maguk választhatják ki, hogy milyen digitális keretrendszert használnak az online oktatáshoz? Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy igen, ez jó, hiszen a tanulók rengeteg digitális eszközt használnak amúgy is, sokkal magabiztosabban, sokkal profibban, mint a felnőttek. Vagyis az a diák, aki nem képes ötad kommunikációs csatornát kezelni magabiztosan párhuzamosan, az adja le a portán a digitális benszülött igazolványát. Ha egy digitális kompetenciáról lenne szó, valószínűleg igaz is lehetne, hiszen egy 15 éves kamasz gyerek sokkal profi tud lenni, mint az 50 éves tanára. Azonban nem technikai, hanem ha úgy tetszik, tanulásszervezési gondok keletkeznek. Nem az a baj, hogy a diák nem képes egy messenger csoportot követni, hanem az, hogy azt nem tudja számon tartani, hogy melyik tantárból milyen csatornán jönnek az infók. Kimondható talán, hogy egy informatikai fejlesztőszék munkatársai valószínűleg képesek egy online vállalati rendszer használatát megtanulni, mégis nem véletlen, hogy a cégeknél egyetlen ilyen rendszer működik, és mindenkinek azt kell használnia. Pillanatok alatt káosz lenne, ha minden egyes meetinget más-más platformon kellene visszaigazolni és megtartani. Elmondhatjuk tehát, hogy a gyerekünk az online tanulás során egy rendszert kell, hogy használjon, legyen ez például Teams vagy Hashtag School, és így sokkal nagyobb eséllyel fog majd hatékonyan tanulni.